Szeretettel köszöntjük körünkben most Adányi Károlyt, akit vésztő szerelmeseként jeleztünk, és úgy gondoljuk, hogy megilleti őt a helytörténés, a helyi dolgok kutatója elnevezés is. Kérjük szeretettel, hogy ossza meg velünk azokat a kutatási eredményeket, amiket örömmel elmondta, hogy tudatosuljon bennünk a 300 évvel ezelőtti értékes és nagyon fontos újrakerülésnek néhány hozzakra. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Az otthon és a lakóhely nem azonosulnak. A lakóhelyen élek, az otthon pedig visszavár, amihez utolsó lehetne még ragaszkodom. Ilyen otthonnak érezhették a hagyomány volt vésztője, a lábörlésében megújuló kis falut. Mindig visszatértek, és újból kezdték a cseppet sem könnyű életüket. Az utolsó újratelepülés 1711 húsvét hetében volt. A Bihar megyei Naponszegről, ezt követően pedig az ugyancsak nem messze lévő Nagy Rábéron érkeztek vissza vésztőre, a korábban innen elmenekült család. Újra elfoglalták el a otthonukat, és művelés alá vették földjeiket. Ettől az időponttól kezdve vésztő soha többé nem volt lakatlan. Abban az évben a húsvét április 5-ére is ordítára esett. A húsvét hetek pedig ezek szerint 7 és 12 között volt. Így ezekben a napokban kell megemlékeznünk vésztő újratelepülésének 300. évfordulójára. Még ugyanebben az évben református papja is lett a falunak, Szent Benedekti István személyében, aki nem csak hitéleti vezetője, hanem szervezője, szellemi irányítója lett a fennálló kis közösségnek. Hiszen fokozatosan jöttek elő a környék ingoványaiból is a oda menekült családok, a falu nőtt, gyarapodott. Pünkösdön már megépítették a templom épületét, hogy abban hálató Isten tiszteletre tarthassanak. Az elmúlt 300 év alatt sokszor érték súlyos csapások vésztőt. Lázadások, forradalmak és háborúk, tizedelték a lakosságot, gyakori árvizek tették tönkre a termést, ennek ellenére fokozatosan nőtt és erősödött a falu. Vésztőjek is ontották vérüket a Pélóféle parasztelkerésben, az 1848-as szabadságharcban többen áldozták életüket a hazakoltárán. Az első világháború kezdetén napok alatt mintegy 1200 családfőt vittek be katonának, akik közül sokan nem tértek vissza. A faluban csak az öregek, a gyerekek és a nők maradtak, akiknek el kellett látni a férfi munkát is. Nehéz évek voltak. A második világháborúban is sokan estek el, hogy vitték el őket hosszú évekre Szibériába, ahonnan kevesen tértek haza. Még az 1956-os forradalomnak is van vésztői halálos áldozata. Halálos járványok is tizedelték a lakosságot. Az 1738-39-es pestis járvány elvitte a kb. 500 fős lakosság több mint felét. Az 1873-as kolera járványban pedig 190-nek haltak egy pár nap alatt. A csapások ellenére az itt élők szilárdak maradtak a hitükben, mindig volt erejük felállni és elindulni. Hiszen életükkel, hűséggel, szorgalommal élték. Már ez a föld sohasem jutott neki könnyű megélhetést. A falu, a benne élők gyarapodtak. 1783-ban már az újonnan felépített templomban adhattak hálát a hívek Isten kegyelméért. Vésztő a nagysága és a fejlettsége alapján 1872-ben rendezett tanácsú nagyközségnek, ami nagyobb önállóságot, több jogot, de több feladatot és nagyobb felelősséget is biztosított a település irányításában. A község vezetőinek előrelátását bizonyítja, hogy 1903-ban a mai mértékkel mérve is megfelelő község, illetve városházat építettek.
A sok áldozat ellenére Vésztő gazdasága fokozatosan erősödött, lakossága az 1940-es évek végére meghaladta a 11 ezer főt. A megélhetést főleg a mezőgazdaság biztosította. Jelentős volt az állattartás, 1928-ban a török kormány a törökországi állományok megfrissítése érdekében többek között Vésztőről vásárolta fel a merinói juhokat, a napi ár 3-4-szeres összegéért. Úgyhogy Törökországban ma vésztői felmenőkkel rendelkező birkát regelnek. Nem a vésztőjeken múlott, hogy a kengergyár nem így, hanem Komárdiban épült meg, pedig sokáig versenyben voltunk velük. A járványok és a háború összesen nem okoztak azonban akkora kárt, mint a szocializmusnak nevezett utatóra. Vésztőt 1950-ben visszaminősítették községnek, a nagy községében ott majd csak 1970-ben kapta meg újra. Az elmúlt 50-60 évben több mint 4000 vésztőit veszítettünk el, akik a szocialista iparosítás terkesztében Pest környékén, falvakban és nagyobb városokban költöztek. A szocialista érában központilag határozták meg Vésztő helyét, alsófokonnak minősítve azt, eleve nem hoztak ide olyan beruházásokat, amelyek felindíthették volna a vésztőjek életszínvonalát, és megélhetést biztosítottak volna az embereknek. Az itt maradottak közül is több százan ingáztak naponta közelebbi és távolabbi munkahelyekre. A rendszerváltást követően tovább súlyosbította a helyzetet a munkahelyek elvesztése, az eddig biztos jövedelmeknek a megszűnése. Ennek ellenére a központi szemlélet jelentős változása miatt Vésztőt 2001-ben várossággá nyilvánították. Nagy utat tett meg az elmúlt 300 évben Vésztő. Ezért kell most megállnunk, és ezzel a néhány gondolattal emlékezni az elmúlt évszázadokra, hogy az egykor itt élő példáját elmutatva gyermekeinket ugyanolyan hűségre,